2006 óta fejlődik a város, ez pedig a jövőben is folytatódik, mondta Szalai Ferenc. A polgármester hangsúlyozta, a város gazdasága erősödik, amit tovább növel a 4-es út felújítása. A munkanélküliség 3,5%-ra csökkent, a foglalkoztatottsági mutató pedig növekedett. Utakat, járdákat, középületeket, egészségügyi és oktatási intézményeket újítottak fel. Ezt a munkát pedig a jövőben is folytatnák, jelentette ki Szalai Ferenc. Gondolja át, hogy az az irány, amit Szolnokváros eddig vitt, és amit eddig azt gondolom, hogy eredményesen vitt végig, vihető a későbbiekben. Aki így gondolja, az 13-án, most vasárnap, legyen szíves segítsen annak a csapatnak, aki eddig is Szolnokot vezette, irányította. Természetesen egy város sosem lehet kész. Az a program, amit mi leraktunk az asztalra, arról szól, hogy van mit még tennünk. Igen, igen, komoly dolgokat, de ez csak együtt, Szolnokváros lakóival, Szolnokváros egészével lehet megtenni. Szalai Ferenc sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, 17 évnyi polgármestersége alatt mindig a város erősödése, fejlődése volt a legfontosabb. Ebben a munkában több szakember és képviselőtársai is segítették. Olyan emberek, fogalmazott a polgármester, akik a magánéletükben is bizonyítottak, és ismerik a helyiek problémáit. A mostani időszak arról szól, hogy olyan ellenfél jelent meg a palettán, akinek a mocskolódás, a hazugság, a másik befeketítése az első számú célja. Nem mutatja meg, hogy merre is kellene tovább menni Szolnoknak, hogy erősödjön és fejlődjön. Nekünk ez nem pálya. Ráadásul nem pálya azért, mert az a felelőtlenség, ami ezek után következik, vagy a felelősségből, ami következik. Szolnokváros nem hiheti el magáról azt, hogy gyenge, nem hiheti azt, hogy igazából itt minden probléma. Szalai Ferenc elmondta, hogy az ellenzék nem tudja garantálni a fejlődést, brüsszeli látogatásaik pedig arról szólnak, hogy az Európai Uniós támogatások fejében befogadják az illegális bevándorlókat.